Hogyan képzeljük el a sikeres vállalkozót? Magabiztos, jókiállású, határozott. Észrevesszük, ha bemegy a szobába, ha megjelenik valahol. És tudja, mit akar, céltudatos. Akkor miért vannak ketten? Azért, mert az oroszlánok soha nem vadásznak egyedül. A természet nagyon-nagyon régen rájött arra, hogy a vadászat, a kooperáció, a falka az olyan előnyöket biztosít az egyedek számára, ami elengedhetetlen a túléléshez. Én arról fogok most beszélni, hogy a természetben megtalálható falka viselkedés miért és hogyan feleltethető meg az üzletben megtalálható hálózatokhoz, a hálózatos működéshez. Mik ennek a fő okai, mik a legfontosabb eredményei, és igyekszem erre egy megoldást is nyújtani önöknek. Ami a természetben a falka, az az üzletben a hálózat. Ami a természetben a közös vadászat, az az üzletben a kooperáció. Ha megnézzük a teljes értékláncot, a teljes üzleti folyamatot, minden egyes fontos szakaszát meg tudjuk feleltetni a vadászat élményének és a vadászat cselekvésének. Kezdjük a stratégiával. Stratégiát alkotunk, megfelelünk a tulajdonosi elvárásoknak, a menedzsment megalkotja a stratégiát, hogy pontosan tudjuk azt, hogy mit szeretnénk ennek a világnak adni, mit szeretnénk az üzletnek adni. Ez az éhségérzet. Amikor megéhezünk, tennünk kell valamit, hogy tovább haladjunk. Ha megvan a stratégiánk, ha tudjuk, mit akarunk csinálni, és milyen eszközökkel, ki kell jelölni a célt, pontosan meg kell tudnunk mondani azt, hogy milyen szolgáltatásokat, milyen termékeket, milyen ütemtervel, milyen erőforrásokkal, milyen árazásokkal nyújtunk az ügyfeleinknek, vagy a pácienseinknek. Ez egy konkrét célkijelölés. Ilyenkor kijelöljük a vadászmezőt, kijelöljük a prédát, és elgondoljuk, hogy hogyan akarjuk az éhségérzetet csökkenteni. Ha megvan a stratégia, megvan a célkijelölés, kezdődik a végrehajtás. Ezt kooperációban tudjuk megtenni, hálózatokban tudjuk megtenni. Manapság egyedül egy cég, egy vállalkozás, különösen nem az egészségügyben, nem tud sikeres lenni. Ez maga a vadászat, ami egy gyors, izgalmas tevékenység, de nagyon hosszú felkészülést igényel, hogy sikeres legyen. És a végrehajtás, a sikeres végrehajtás jutalma az eredmény, ami a vállalkozási szférában jellemzően pénzügyi, üzleti eredményekben testesül meg, a vadászat során akár egy elejtett zebrában. Ha átgondolják és megnézik ezt a négy szakaszt, a stratégiát, a célkijelölést, a végrehajtást és az eredményt, melyik az a szakasz, amelyik önmagában, egyedül, ha nem hálózatban dolgozom, sikerre vihető? Gondolják el, a négy közül melyikhez kell a hálózat, és melyik működik egyedül? Talán a stratégia kijelölése az egyedüli olyan szakasz, amit egy vállalat önmagában határoz meg, a tulajdonosokkal és a menedzsmenttel. A célkijelöléshez, a végrehajtáshoz és az eredményességhez elengedhetetlen a kooperáció. Mert egyedül nincs meg a kellő informáltságom, nincs meg a kellő kompetenciám arra, nem leszek elég hatékony, hogy sikerre vigyem a céljaimat. Talán a stratégia az egyedüli, de ott is egy jó stratégiához nagyon jó informáltság kell, és azt folyamatosan frissíteni kell. Mind a négy fázis elengedhetetlenül szükséges, hogy becsatornázódjon egy hálózatba, hogy a vadászat sikeres legyen. Mi a fő ok valójában? Miért hálózatban működünk? Az első, amit ki szeretnék emelni, az üzleti és a pénzügyi eredményesség. Minden vállalat számára ez fontos.
elengedhetetlen ahhoz, hogy az egyéb céljainkat, amik egyre fontosabbak manapság, akár a klímaváltozásra gondolunk, akár a társadalmi felelősségvállalásra gondolunk, teljesíteni tudjuk. Mert az üzleti és pénzügyi eredmények az alapja, a forrása annak, hogy egy vállalat ne csak a közvetlen üzleti hasznáért dolgozzon, hanem a társadalomért is. Ilyen a kockázatcsökkentés. Ez is az egyik fő oka a hálózatos működésnek. A kockázatcsökkentésnek nagyon sokféle módszere létezik, az egyik, ha az erőforrásaimat megosztom. Ha megosztom a piacaimat, és megosztom a kompetenciáimat. Hiszen ha együttműködök és kooperálok, így tudom a kockázatot lecsökkenteni. És a hitelesség. A hitelesség, a márkaérték, ez egy elengedhetetlen feltétele annak, hogy sikeres legyek az üzletben. Elengedhetetlen feltétele, hogy teljesítsem az üzleti céljaimat. Ez a három fő ok. Ha csak egy dolgot visznek haza ma ebből az előadásból, ez legyen. Miért működjünk hálózatban? Hogy szállítsuk az üzleti és pénzügyi eredményeket, hogy hitelesek legyünk, mi is, a cégünk is, és a kockázatunkat le tudjuk csökkenteni. Nézzük meg egy kicsit részletesebben ezt. Az üzleti és pénzügyi eredmények egyik alapeleme természetesen az árbevétel növelése és a profitnak a növelése. Ezt jellemzően a mi hálózatunkon belül külpiacokra való kijutással tudjuk szállítani, méretgazdaságosságot növelünk, és a partnereinket, a tagjainkat segítjük abba, hogy új piacokat találjanak. Ami már bevált egy országban, azt nézzük meg külföldön is, hogy működik-e. A piac ismeret. Ahhoz, hogy kilépjek egy új piacra, akár termékszolgáltatás választékot növeljek, akár földrajzi piacban gondolkodunk, egy új piacban, a piacismeret elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeres legyek, ebben is folyamatosan segítjük a partnereinket. Ismerjük az Európai Uniós piacokat, és segítünk nekik olyan stratégiát, olyan üzleti modellt kialakítani, ami sikeres lehet. És a hatékonyság. Ha összeállt ez a setup, ha összeállt egy konzorcium, akik ismerik az adott piacot, ahol a szolgáltatást értékesíteni, vagy bevezetni szeretnénk, akkor leszünk igazán hatékonyak, mert nem egyedül kell minden egyes alapelemét a stratégiának és a végrehajtásnak megvalósítanunk. Ezek az üzleti és pénzügyi eredmények, amiket ha nem szállít egy hálózat, akkor az nem működik jól. Az egyik alapeleme a hálózatos működésnek, hogy ezek az eredmények realizálva legyenek. Kockázatcsökkentés. Ez a második fő ok. Akkor tudunk nyugodtan aludni, ha lecsökkentjük a kockázatainkat. Sokféle módszer létezik rá. Az egyik az, hogy azokat a finanszírozási és K+F kockázatokat csökkentsük le, amik különösen az egészségügyben jelentősek. Ez egy high-tech iparág. Itt nagyon sok tőkére van szükség egy innováció sikeres piacra viteléhez, kifejlesztéséhez. Nézzük meg a pandémiás helyzetet. Egy 10 éves vakcinafejlesztési folyamatot egy-másfél évre a világ le tudott szorítani. Ez máshogy nem történhetett volna meg, csak összefogással. Közösen dolgoztak a tudósok ezen. A cégek és a kormányok közösen finanszírozták ezeket a projekteket. A pandémia elleni vakcina az egyik legjobb példa arra, hogy miért érdemes innovációs projektekben és K+F projektekben, az egészségügyben együttműködni és konzorciumokat alkotni. Humán erőforrás. Az egészségügy alapvetően egy tudás alapú iparág. Egy nagyon magas hozzáadott értéket képviselő iparág, ahol kritikus fontosságú a csúnyán fogalmazva humán erőforrásnak, az embereknek, a dolgozóknak, a szakértőknek a szerepe. Az egészségügyi személyzetnek, az orvosoknak. Rajtuk múlik minden. Fontos a technológia is, de azt használni kell tudni.
Egy ilyen változó, dinamikus világban, ahol átalakulnak a munkakörnyezeteink, robotika, technológiai fejlesztések, az egész életünk átalakult. Még mindig kiemelkedő szerepe van a humán erőforrásnak, és gyakran nem tudjuk ezeket az elengedhetetlen kulcstényezőket a saját cégünkbe beintegrálni. Nem tudjuk őket fölvenni, mert túl sok befektetést igényelne. És nagyon könnyen változik a munkaerőpiac, dinamikus lett. Ilyenkor mit csinálunk? Nekünk valójában csak a kompetenciára van szükség. A hozzáférésre van szükség, hogy ezekhez a kompetenciákhoz hozzáférjünk, amikor ez szükséges. Ez az, amit a hálózatok megadnak nekünk. Nem kell önállóan kockázatot vállalnunk. Osszuk meg ezeket a kockázatokat. És a tranzakciós költségek. Alapvetően egy hálózati működés a stratégiai együttműködésekre épül rá. Nem egyes ügyek, nem egyes feladatok kapcsán működünk együtt, hanem egy teljes komplex célrendszert akarunk közösen megvalósítani. Ilyenek azok a projektek, amiket mi az EIT Health-ben támogatunk és elősegítünk. Európai konzorciumok, különböző egészségügyi szereplők összeállnak és együtt dolgoznak, együtt valósítják meg az innovációkat. Stratégiai együttműködésben, nem tranzakciós együttműködésben, amikor a vállalkozókról beszélünk, egyedi piaci kapcsolatokról beszélünk, ezeknek sokkal nagyobb a kockázata, és sokkal nagyobb hosszú távon a tőke igénye, mint a stratégiai együttműködéseknek. És a hitelesség. Gondolják el, mi kell ahhoz, hogy egy kisgyermek belemerje tenni a kezét egy oroszlán szájába. Maguk megengednék ezt a gyermeküknek? Mi kell ehhez? Az kell hozzá, ami az üzleti élet alapvető mozgató rugója, ez pedig a bizalom. Egy hálózat, ahol a tagok ismerik egymást, és tartoznak egy csoporthoz, egy közösséghez, mert közös a cél, és közös az együttműködés, a kooperáció, megvan köztünk a bizalom, iszonyatos mértékben meg tudnak gyorsulni az üzleti kapcsolatok és az üzleti tárgyalásoknak a sikeressége. Pár héttel ezelőtt beszélgettem egy magyar startup vezetőjével, egy egészségügyi startup vezetőjével, és megkérdeztem tőle, hogy mi az, amit igazából értékel az EIT Health-ben? Mi az a valódi hasznosság, amit mi adunk neki, azáltal, hogy a tagjaink között üdvözölhetjük őt? És nem azt mondta, hogy a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés, nem azt mondta, hogy magának a hálózatnak az általános előnyei, hanem azt mondta, hogy azáltal, hogy ő EIT Health tag, hogy velünk együtt működik, kap egy megelőlegezett bizalmat, kap egy hitelességet, ami alapvetően ahhoz segíti hozzá, hogy sokkal gyorsabban, könnyebben és hatékonyabban tárgyaljon Európában a cégekkel, az intézményekkel, a befektetőkkel, hogy segítsenek neki megvalósítani a terveiket. Ez a gyorsaság és egyszerűség, amit egy bizalom meg tud alapozni. Hatékonyabb leszek az üzletkötésben, időt és költséget spórolok. Egyedül érdemes? Van, aki megpróbálta. Még az is lehet, hogy egy karakán, egy jó kiállású, magabiztos, határozott szereplő a piacon, hatalmas szemfogakkal, de nem mindig úgy sül el a dolog, ahogy szeretnénk. Abba szerintem megegyezhetünk, hogy az oroszlánoknak nem a kandalló előtt vagy a nappaliba van a helye, hanem a szavannákon. Ne próbálják meg egyedül. Csatlakozzanak egy hálózathoz. A sikeres vállalkozó modelljével kezdtem az előadásomat. Mikor sikeres egy vállalkozó? Akkor sikeres egy vállalkozó, hogyha egy sikeres hálózatnak a tagja. Ha egy sikeres, nyugodt, jól lakott csordának a tagja. Ezt a csordát
az egészségügyben, EIT Health-nek hívjuk, Európa legkiterjedtebb és legnagyobb egészségügyi hálózata vagyunk, akik konzorciumokat és projekteket támogatnak, segítenek Magyarországról, Európa uniós országok közül, a többi országból egy nemzetközi hálózatot építettünk föl, és ehhez várjuk az önök csatlakozását. Ha sikeresek akarnak lenni, mint egyéni vállalkozók, egyéni cégek, intézmények, startupok, csatlakozzanak ehhez a hálózathoz. Bubori Zsolt vagyok, az EIT Health magyarországi regionális menedzsere. Folytassuk ezt a beszélgetést négy szem közt, keressenek bátran és segítek önöknek.